Sziasztok, és köszöntelek titeket újra itt a YouTube csatornámon. A mai videóban a francia buldogokról lesz szó, ugyanis nem tudom, hogy tudjátok-e, de nekem is van egy 2 éves francia buldogom, Sansa. Azt hiszem, egy videó került föl vele, amikor még kisebb volt. Lényeg, hogy nem nagyon videóztam még vele, ugye mióta Dél-Koreába költöztünk, azóta a szüleim már van otthon, nem kockáztattam meg azt, hogy kihozzam magammal Dél-Koreába, és otthon azért ugye elgondolkoztam, hogy lehet, hogy forgatni kéne vele is valamilyen különleges kis videót. És itt jött az ötlet, hogy mi az az 5 dolog, amiért semmiképpen ne vegyél francia buldogot, vagy mi az az 5 dolog, ami így a francia buldogok ellen szól. Ugyanis minden platformon azt látjuk, hogy úristen, mennyire cukik, mennyire édesek, és hogy divatkutya lett, és mindenki francia buldogot akar venni. De arról senki sem beszél, hogy mik azok a rossz tulajdonságok, amik igazából a francia buldogokban benne vannak, legalábbis Sansából kiindulva. Hát aki azért akar venni francia buldogot, mert nem akar egyedül aludni, és kell neki egy alvópajtás, a francia buldog nem biztos, hogy a legmegfelelőbb alvótárs lesz, ugyanis... nagyon hangosan horkol. Legalábbis Sansa nagyon hangosan horkol. De igazából ez változó, mert nem mindig horkol ennyire hangosan. Nem tudom, amikor nagyon jól laki, nem tudom, olyan időszaka van, akkor nagyon hangosan képes horkolni. Múltkor ott aludtak nálam a barátnőim, és Sansa a földön aludt az ő babzsákjában, és így arra keltünk föl, hogy mi a... És hát az egyik lábam az belerúgott Sansának a babzsákjába, és amikor elkezdett hangosan horkolni, akkor egy kicsit meglöbdöstem, hogy léci, halkabban már, de hát Sansa mellett lehetetlen aludni. Fogalmazhatnék úgy, hogy megállíthatatlan fingó szindróma, igaz, akinek van bátyja, vagy már több éve párkapcsolata, annak szerintem nem jelentett akadályt egy kis francia buldog. Az étrendét tekintve nagyon durván oda kell rá figyelni, ugyanis vannak... tápok, vannak konzervek, nem tudom, tészta, burgonya, amitől hát pukizik. És amúgy nagyon vicces, mert nem mindig tudja, hogy az a hang az belőle jön ki, és akkor így fölkapja a fejét, hogy hát ez honnan jött. És az ugye hozzátartozik, hogy írtózatosan büdös. Szóval akinek nincsen bátyja, se hosszabb párkapcsolata sem volt még, és egy ilyen kis cuki bűzbarlangra esik a választása, annak hozzá kell szoknia a pukizáshoz. A 3. pont úgy gondolom, hogy a legelszomorítóbb dolog az egészben, ugyanis a francia buldogok, hát valljuk be, divat kutya lett, és nagyon sok olyan tenyésztő van, aki nem figyel oda arra, hogy egészséges legyen a kutya, és ezért nagyon fontos, hogy olyan alomból választhatok kiskutyát, ami megbízható, átesett mindenféle vizsgálaton, meg tudjátok nézni az anyukáját, apukáját. Ugye azt tudni kell, hogy a francia buldog nem sportkutya. Nagyon-nagyon szeret mozogni, imád játszani, futkározni, de nem lehet vele maratonokat futni. A nagy melegben nyáron nem szabad kivinni, ugyanis a nyomotorra miatt hajlamos a különböző légúti betegségekre, befullad, a hőguta nagyon gyakori ezeknél a kutyafajtaknál, ami egy halálos betegség, úgyhogy fontos, hogy az éjszakai vagy a kora reggeli órákban vigyük sétálni, illetve a nagyon hideget sem szereti, úgyhogy télen nagyon kell figyelni arra, hogy ne legyen sokat kint a hidegben, mert itt meg az ízületgyulladással lehetnek problémák, illetve a patella ficam is közrejátszhat a francia buldogoknál, valamint a cseresznyeszem, ami a 3. szemhéjmirigynek az előre esése. Ez olyan, mintha itt a szemérnél egy ilyen kis hólyag lenne, ami Sansának egyébként volt és egyszer előjött, és utána olvastam, hogy ez csak műtéttel tüntethető el. Mire végig telefonáltam az összes orvost, akit ismerek, addigra Sansának visszahúzódott és eltűnt szerencsére. Ami igazából nem volt sem megelőzhető, se, de mi számítottunk rá, csak a nagy játék közben kijött neki ez a kis hólyag. Úgyhogy szerencsére Sansa, hál' az Istennek, nagyon-nagyon egészséges kutyus, úgyhogy mindenképpen figyeljetek arra, hogy honnan veszitek a kutyát, és inkább ne sajnáljatok rá, nem tudom, plusz 20-30 ezer forinttal többet, de legalább későbbiekben nem lesz vele probléma. Ha Sansának 3 rossz tulajdonságát kellene felsorolni, akkor azt mondanám, hogy makacs, sértődékeny és iszonyúan féltékeny. Mit csináltál? Mit csináltál? Sanyzsa! Jó,
Nem szabad olyat. Figyelj magad. Nem szabad olyat, nem szabad. Korábban megfigyelhető volt nála a szeparációs stressz, amiről azt kell tudnotok, hogy ez egyfajta viselkedés zavar, amikor mondjuk rossz helyre vizel, kakil, szétrág dolgokat. Mondd el szépen, mit csináltál? Mondd el a pufipárnának. Mondjad, nem hallom. Mit csináltál, Sansa? Nem hallom. Nagyon lapigdasz. Ezzel a szép ágyal. Mit csináltál? Gratulálok. Igazán ügyes vagy. Szép mondatom. Nem eszik, nem iszik, duzzog, elvonul. De igazából ez, ahogy telt az idő, ez el is múlt nála. Szerencsére sikerült belőle kinevelnünk. És ez nagyon durván akkor jelentkezett egyébként, amikor a Somához költöztünk. Akkor kibukott, hogy az új helynek a megszokás, új helyre költözésnél is előjöhet. Ugye régebben Sansa szétrágta az összes ágyát, szerintem még a párnákat is szétépte, de nálunk ez a vizelés, kakilás is probléma volt, de aztán időben szerencsére elmúltak ezek a dolgok. Ha éppen tévét szeretnél nézni, vagy végre leültél evédelni, és mondjuk a Sansának olyan kedve van, hogy most játszani akar, akkor addig fog nyüszögni, addig fog hisztizni, amíg te vele nem foglalkozol. Tovább az is nagyon fontos, hogy időben elkezdjük szocializálni a kiskutyákat, főleg a francia boldogokat, mert kiskoruktól kezdve el kell vinni társaságba, hogy megszokják más kutyáknak a közelségét. Ez nálunk meg is történt. Tényleg, esküszöm. Vittem kiskutyákhoz, de ugye amikor utána Somához kerültünk, ott már nem nagyon volt kutyus társaság, és ugye velünk volt, de talán ez egy fél év volt, vagy annyi sem. És hát ugye a lakóépületben, ahol laktunk, ugye voltak kisgyerekek is, és hogyha én oda mentem az egyik kislányhoz, és megsimogattam, vagy adtam neki egy puszit, a Sansa már egyből így jött, és így próbált úgy közénk állni, már próbált eltúrni a kislány, nagyon-nagyon féltékeny, de hogyha mondjuk egy vendég kutyus jött át hozzánk, és mondjuk a Sansának a játékaival akart játszani, vagy úristen hozzáért, vagy hozzám, oda ment az ágyának a közelébe, akkor ott már volt hisztizés, és hú, nagyon mérges volt arra kutyusra. Azt gondolná az ember, hogy a rövidszőrű kutyáknak nem hullik a szőre. Hát igen, én ebben a tudatban voltam, addig, amíg nem lett rövidszűrű kutyám. Borzasztó, tényleg nagyon durván idegesítő, ugyanis ezek a picike szálak, ami ilyen ekkora, az így mindenhova a ruhának az összes az ilyen szálaiba beleszúródik, és onnan lehetetlen kiszedni. Nem olyan egyszerű összeszedni, mint mondjuk a hosszú szűrű kutyáknak a szőrét. Ugyanúgy hullatja, amikor vedlik, akkor meg... borzasztó. Vannak ugye erre is ilyen különböző fésők, amikkel, hogyha átfésüljük, akkor az elhatszorszálakat ki lehet szedni, de ettől függetlenül még minden nap kellett utána porszívózni. És ez nagyon-nagyon bosszantó volt, hogy mindenhol ugye szőr van. Ez lett volna az az öt dolog, amit mindenképpen így a francia boldogok ellen szerettem volna elmondani. Természetesen most ez nem arra vonatkozik, hogy én leszeretnélek titeket beszélni a francia boldogokról, vagy én Sansát nem szeretem. Imádom mindennél jobban, és tényleg ez a pár dolog, ami így ellenük szól, ez így elveszik a rengeteg pozitív dolog mellett, és én imádom, egyszerűen szerelmes vagyok Sansába. Találtam egyébként az interneten olyan oldalt, ahol tök részletesen leír mindent a francia boldogokkal kapcsolatban, hogy hogyan kell etetni, tisztítani, élni vele, mikre kell odafigyelni. Úgyhogy ha érdekel titeket, meg gondolkoztok francia boldogban, akkor ide az infoboxba alulra mindenképpen belinkelem, és akkor el tudjátok ti is olvasni. Mivel ugye volt 5 negatív dolog a francia boldogokkal kapcsolatban, természetesen lesz 5 pozitív dolog is. Úgyhogy ha tetszett a videó, mindenképpen nyomjatok egy lájkot, ha nem vagytok még feliratkozva a csatornára, akkor nem felejtsetek el feliratkozni, és találkozunk a legközelebbi videómban. Sziasztok!